Van hova fordulni kártérítésért, ha kátyúba szaladunk és kár keletkezik autónkban. Viszont ha az adott szakaszon van az úthibára figyelmeztető tábla, a biztosító sem fizet. Erről is hallhatnak bővebben mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Születésének 116. évfordulóján emlékeztek tegnap a moziban George párra. Szabadság és továbbképzések miatt több szakrendelés szünetel néhány napig. És ma van Gyertyaszentelő boldogasszony napja, de ma jósol a medve is. A Ceglédi Városi Televízió pénteki híradóját látják, jó estét kívánok! Születésének 116. évfordulóján emlékeztek tegnap a moziban George párra. Az életéről szóló dokumentumfilm mellett azt az animációs filmet is láthatta a nagy termet megtöltő közönség, amelyet Magyarország az idei Oscar-díjra nevezett. A Koyot négy lelke című film producere is részt vett azon a pódium beszélgetésen, amelyen természetesen George pár életművéről is szó esett. George Pál születésnapját február 1-jét a Magyar Hollywood Tanács George Pál emléklapján nyilvánította. Egy olyan fantasztikus emberről van szó, aki a hollywoodi magyar gyökerek kincses ládájának része. Ezért is született megállapodás a várossal és a mozival, televízióval, mondta a Magyar Hollywood Tanács elnöke. Hogy erősítsük ezt a vonalat, legyen több rendezvény. Nem sokára bejelentjük, hogy ismét lesz idén is Ceglédi Filmfesztivál, ezt jobban ráhangoljuk George Pál emlékére, külön kategória lesz majd az animáció és a báb filmek tekintetében. Beszélgető paneleket szervezünk majd, tehát ez a filmfesztivál idén egy kicsit dúsabb programmal jelenik meg a korábbiakhoz képest, ezzel is érzékeltetve azt, hogy fontos beszélnünk George Párról, Cegléd szülöttje, és hát Magyarországon büszkének kell lennünk rá. Az életéről szóló dokumentumfilm mellett azt az animációs filmet is láthatta a nagy termet megtöltő közönség, amelyet Magyarország az idei Oscar-díjra nevezett. A Koyot négy lelke című film producere is részt vett azon a pódium beszélgetésen, amelyen természetesen George Pál életművéről is szó esett. George Pál teljesen úttörő volt a maga nemében, úgyhogy nekünk mindenki, aki animációval foglalkozik, az ámulattal, bámulattal és leborul előtte. Tehát tényleg van a mai technikával, és azt gondolom, hogy ilyen filmeket gyártani, amiket ő gyártott, egy bravúr és hosszú idő. Elképzelni nem tudom, hogy ez milyen lehetett 100 évvel ezelőtt, vagy 80-100 évvel ezelőtt. Fantasztikus. George Pál életében meghatározó, sőt főszerepet játszottak a bábok, vagy legalábbis az általa kifejlesztett, megálmodott papettek. A jelen bábosai is példaképként tekintenek rá, mondta a pódiumbeszélgetés bábot képviselő résztvevője, dr. Hontvári Anna író, rendező. Szerintem ő tényleg egy úttörő volt, tehát egy olyan új világot nyitott meg a film és a báb kapcsolatában, ami nagyon különleges, tehát nem színházhoz kötötte a bábot, hanem filmhez. És a bábokat megmozgatta a filmen, és a film lehetőségeivel, a filmkockák mozgatásával ugye életre keltette. Hát ez egy nagyon különleges dolog, és azóta is szerintem varázslatos, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy úttörőnek tartom. A bábok és animáció egyébként a 8. Ceglédi Filmfesztiválon is kiemelt szerepet kapnak. George Pál emlékére ugyanis animációs báb kategóriában is várják majd a versenyfilmeket. A George Pál tiszteletére rendezett ünnepségről pedig hosszabb tudósítást is láthatnak mai háttérmagazinunkban. Szabadság és továbbképzések miatt több szakrendelés szünetel néhány napig. Többek között a bőrgyógyászat és az ideggyógyászati rendelésben lesz kimaradás rövid ideig. A Toldi Ferenc Kórház Facebook oldalán is elérhető a lista, februárban mely szakrendelések maradnak ki néhány napra szabadság és továbbképzés miatt. Mint olvasható, a bőrgyógyászat, az onkológiai, az ideggyógyászati, az urológiai, az 1-es és 2-es pszichiátriai szakrendelés elmarad bizonyos napokon, a sebészeti szakrendelést pedig helyettesítéssel oldják meg. A jegesedés és a nagy napi hőingadozás nem csak az emberek számára jelentett gondot. Ez a két időjárási tényező ugyanis azt is magával hozza, egyre több kátyú keletkezik az utakon.
A statisztikák szerint az év első negyedévében jelentik az egész éves kátyúkárok 2/3-át az autósok. Már aki tudja, hova és hogyan jelentse azt. Sokak számára ugyanis még ismeretlen a kátyúbiztosítás fogalma. Fontos azonban azt is tudni, ha kint van az úthibákra figyelmeztető tábla, akkor ne számítson kártérítésre az autós. Jól megszokott útvonalon is sokszor szembesülnek azzal az autósok, ott is kátyú van, ahol előző nap még nem volt. A fagyok és olvadások, valamint a már egy nap alatt is tapasztalható nagy hőingadozások eredményeként az év ezen szakaszában alakul ki a legtöbb kátyú. Sokszor megtörténhet tehát a baj, akár komolyabb kár is keletkezhet a kerékben, gumiban. Akinek nincs biztosítása, és megtörtént a baj, a Nemzeti Közútkezelőhöz és a közút fenntartójához tud fordulni kártérítési igényel, akinek pedig van, vagy illetőleg hát ugye belterületen történik a dolog, akkor ugye az adott önkormányzatnak, ha van felelősségbiztosítás, akkor ott tudja jelezni ezen jellegű igényét. Akinek pedig van biztosítása, nyilván az egy egyszerűbb és rugalmasabb ügyintézéssel jár, ők az adott biztosítójánál tudnak kötelező vagy kaszkó biztosítás mellé kiegészítő biztosításként kötni ilyen jellegű szolgáltatást. Illetve van olyan biztosító is, amely önálló termékként árulja, vagyis konkrétan kátyú okozta kárra is köthetünk nála biztosítást. Akár van biztosítása, akár nincs az autósnak, ha kártérítést szeretne, fontos, hogy tudja bizonyítani, hol és hogyan okozott kárt a kátyú. Ha már megtörtént a baj, akkor nyilván mindenképpen érdemes dokumentációkat készíteni, hát fényképet, akár egyes biztosítóknál, ha van mód és lehetőség, akár a kátyú mélységét jelzően valamiféle tárgyat, vagy akár egy öngyújtót, vagy egy bármilyen tollat odahelyezni, mert ugye a kátyú mélysége is számít a biztosítónál, hogy milyen mély kátyúba hajtottunk bele. És hát mindenképpen az első ijegység után, ugye célszerű, ahogy említettem, dokumentációt, fényképet készíteni, és akkor ezt gyakorlatilag telefonon, online vagy személyesen be tudja jelenteni az adott biztosítójánál a károsult ügyfél. Horváth Krisztián elmondta, az ő tapasztalata szerint még nagyon sokan nem is tudnak arról. Kifejezetten kátyú okozta kárra is köthetnek biztosítást, és azt sem mindig van hova fordulni kártérítésért. Az úgynevezett kátyúbiztosítást mindenképpen megéri megkötni, mert a díja nagyon alacsony. Bár az igazsághoz az is hozzátartozik, mondta Horváth Krisztián, hogy a kártérítési összeghatár is elég alacsony. Adott esetben pár tízezer forint. Ez pedig az alkatrészárakat és a munkadíjakat figyelembe véve igen kevés, de több mint a semmi. Nagyon pici gyerekeket, óvodásokat láthatnak az uszodába érkezők a Tammedencében. Az önkormányzat támogatásával a Sportolj Velünk Cegléd program keretében ugyanis elindult a nagycsoportosok vízhez szoktatása. Nem úszni tanulnak, hanem egy biztos alapot kapnak a későbbi úszóleckéikhez. A város legapróbb lakói veszik időről időre birtokba a városi sportuszoda Tammedencéjét. A pici kezek és lábak lelkesen járnak, élvezik a vizet, és az a terv, hogy meg is szokják azt. Sportolj Velünk Cegléd programba csatlakozott be az óvodai oktatás is lényegében, akiknél szintén több programot el fogunk indítani sporttémakörben. Az első volt az, ami a testületnek a tavaly őszi döntése értelmében lehetőség nyit arra, hogy az uszodában a nagycsoportosoknak, minden óvoda, minden nagycsoportosának egy tanévben 10 alkalommal vízhez szoktatást tudjunk tartani. Voltak olyan óvodák már, akik egy-egy csoporttal jártak eddig is, saját forrásból vagy a szülőknek a támogatásából, úgyhogy nyilvánvalóan nagy volt az öröm, hogy ez az önkormányzat ezt a terhet átvállalta, és finanszírozza ennek az oktatási részét, és nyilván örültek az új óvodák is, akik ebbe be tudtak csatlakozni, úgyhogy örömmel vesznek részt a programon. Vízhez szoktatás és nem úszás oktatás, ez fontos. Bár vannak, akik már jó úton haladnak az úszás felé is. Jó magam is voltam már kint. Vannak, akik már ügyesebbek, ők már akár, tehát két oktatóval dolgoznak, akik ügyesebbek, már át tudnak menni a picit nagyobb vízbe, és már a siklást tudják gyakorolni. A többiek megismerkednek a vízzel, a vízalábukással és az egyéb ilyen dolgokkal. Egy jó alap, tehát itt megkapnak egy jó alapot. Sok iskola az első évfolyamon támogatja az úszást, az önkormányzat pedig a második évfolyamon, tehát azért így három alkalommal, és három év alatt elég nagy alkalom számban el lehet sajátítani az úszás alapjait. Kőházi Ádám elmondta, ez a program és a forrás most erre az évre szólt, de remélik lesz még lehetőség folytatni, és minden tanévben minden nagycsoportosnak lesz lehetősége részt venni ezen a 10 vízhez szoktató alkalmon. Dísz és hörömgalamb kiállításnak ad otthont a Török János Református Oktatási Központ a hétvégén. A kiállított galambok bírálatát ma tartották. 300 dísz és ugyancsak 300 hörömgalamb várja az érdeklődőket hétvégén a Török János Református Oktatási Központ tornatermében. A galamb kiállítása a Ceglédi Vény 48 díszgalambtenyésztő egyesület és a Magyar Hörömgalambtenyésztők Országos Egyesülete közös szervezésében valósul meg.
A kiállított galambok szakmai bírálatát ma tartották. A Ceglédi Egyesület utoljára 4 évvel ezelőtt rendezett kiállítást. Elsősorban a járvány miatt maradtak el ezek az események. Most azonban újra találkozhattak a tenyésztők, és színes kiállítás várja az érdeklődőket. A kiállításunkon nem kimondottan röbb galambok, a nagytestű galambok, eredendően ezek húsgalambok, de mert az illető tenyésztő ezeket szereti, nem kimondottan azért, hogy a fazékba kerüljenek, hanem a külalakja, nagysága, színe, rajza, ő neki ez tetszik, és ezeket tartják ők. Tehát elég széles a paletta a galambokból, amit be tudunk mutatni, fel tudunk hozni. A Ceglédi Díszgalambtenyésztő Egyesület szervező titkára arról is beszélt, mi a teendője annak, aki komolyan elkezd foglalkozni a díszgalambtenyésztés gondolatával. Akár fiatal, akár idős, szakmai segítséget adunk neki, vagy hogyha kívánja, akkor tenyészanyagot is kap, és hát a tartásnak, szaporításnak a fortéjait elmondjuk neki. És nyilván, ha teheti, akkor hívjuk az egyesületünkbe, a tagjaink közé, és egy baráti közösségnek lesz a tagja. A ceglédi kiállításra meghívták a régió röpgalambászait is. Ez egy közös kiállítás a Ceglédi Egyesülettel. Itt kimondottan volierbe mutatjuk be a galambokat, azokat, amivel versenyzünk. Mindenki a versenygalambját mutatja be, akik szálltak a versenyeken. Egy ilyen nívós kiállítás nem nagyon volt még az országban. Szeretnénk megismertetni az emberekkel ezeket a galambokat, hát ha kedvet kapnak a röptetéshez. A világon az egyik legelismertebbek a magas röptű galambok, mondta a szervezet alelnöke. A galambok hajtásakor 2 bíráló figyeli a repülés idejét, valamint azt, hogy milyen magasra jut egy-egy galamb. Ami már szemmel alig látható, az röp magasság. Ha eltűnik szem elől, pedig tűnő magasság. Ezt pontozzák a legjobban. A postagalamboknál, melyek sokszor több 100 kilométeres távból érkeznek vissza, pedig az időt mérik. A galambászat népszerűsítése is kiemelt célja a hasonló rendezvényeknek. Elsőként azt szeretném, hogy a fiatalságot mozdítanánk meg, a számítógép elő el tudnánk kicsit rángatni, az állat szeretettet, ezt szeretnénk egy kicsit jobban bemutatni. Nagyon le tudja kötni az embert egy verseny, vagy hát részt vennének ilyen versenyen, látnák, hogy ennek milyen szépségei vannak, akkor biztos vagyok benne, hogy sok fiatal hozzánk csapódna. A dísz és röpgalamb kiállítása minden érdeklődőt várnak hétvégén a Török János Református Oktatási Központ tornatermében. Hosszú lesz a tél, legalábbis a népi hiedelem szerint még sok hideg nap vár ránk, mire kitavaszodik. Február 2-a van, ekkor jósolják meg minden évben, meddig tart a hideg évszak. Ha a medve kijön a barlangjából és meglátja az árnyékát, még várni kell a jó időre. Ma napos idő volt, tehát a jóslat szerint elhúzódik a tél. A mai napnak vallási jelentősége is van. A katolikus egyház Gyertyaszentelő Boldogasszony napját ünnepli. Rengeteg plüssmaci sorakozik a Várkonyi iskola aulájában. A gyerekek minden évben szívesen hozzák be kedvencüket, hogy megmutathassák társaiknak. De a város más iskoláiban és az óvodákban is előszeretettel gyűjtik a medvéket. Február 2-a van, ehhez a naphoz időjósló hiedelem társul. A néphagyomány szerint, ha a téli álmából ébredő medve barlangjából kijöve napos időt talál, megijed árnyékától és visszabújik. A korai csalókanapfény ugyanis azt jelzi, hogy a tél még nem tombolta ki magát, az ordidők java még hátra van. Mi ma délelőtt egy plüssmacival szemléltettük, hogy ha beválik a népi jóslat, sajnos még sokat kell várni az igazi tavaszra, mert a medve meglátta az árnyékát. Február 2-a azonban más miatt is fontos, vallási szempontból jelentős ünnep, ma van Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. A katolikus hívők arra emlékeznek, amikor Szűz Mária 40 nappal a születése után a jeruzsálemi templomban bemutatta a kis Jézust. Szűz anya, Jézus Krisztus édesanyja és Szent József viszik a kicsi Jézust a templomba bemutatni a mennyei atyának, felajánlani és kiváltani, mert hisz Jézus Krisztus egyszerre valóságos Isten, valóságos ember, és az emberi természetét kiváltják a mennyei atyától.
hiszen az egyiptomi kivonulás óta minden elsőszülött fiú az Úr gyermeke, és meg kell váltani. A jelenlévő idős Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény, a szentelt gyertya és a gyertyaszentelés szokása is. Tartsanak velünk a híradó után is, hiszen kezdődik a háttér, melyben a tegnap George Pál emlékére rendezett eseményről láthatnak hosszabb tudósítást. Friss hírekkel pedig legközelebb hétfőn jelentkezünk, addig is viszontlátásra, további szép hétvégét, jó pihenést!